Sziasztok, vagy szia én, vagy ahogy szoktam volt mondani, egy dicsőséges kondi. Kicsit vicces ez a helyzet per pillanat, mert igazából azt sem tudom, hogy ezek a videók egyáltalán fel lesznek-e töltve a YouTube-ra, vagy nem. Ha látjátok, akkor fel lesz töltve, hogyha nem, pedig én magam nézem, akkor nyilván csak magamnak tettem ezt meg. Azonban az biztos, hogy mire feltöltöm, addigra eltelik ettől a videó felvételétől, az március 25-től egy-két hónap, mire ráveszem magamat, megvágjam. Úgyhogy köszöntelek titeket akkor, hogyha ezt látjátok, ha pedig csak én látom, akkor pedig nekem egy jó kis emlék ezzel az egésszel. De hogy miért is történik ez a videó, illetve miért történik ez a felvétel sorozat, vagy felvétel egyáltalán? Bő 10-12 hetet kihagytam az edzésből, és konkrétan szerintem talán arra minőségi állapotra estem vissza, mint a kezdőknek a legnagyobb része. Bekakantottam. Nyilván edzettem szinte egész életembe, de gyakorlatilag pedig azt se kell elfelejteni, hogy pont ennyi idő alatt, pont ennyi időm is volt arra, hogy megcsömörlődjek ebbe az edzésbe. Nem mondom azt, hogy ez egy jó hozzáállás, és azt sem mondom, hogy ez egy rossz hozzáállás. Igazából ez van. Én ezt nem akarom mérlegelni, és nem is akartam mérlegelni soha. Én soha nem szerettem úgy edzeni, mint egyesek, hogy minden pillanatát az életüknek kihasználva edzenek. Talán azt mondanám, hogy amikor én is elkezdtem és pár éve edzettem, akkor talán ezek megvoltak, még így a barátaimmal, de őszinte legyek, én nem voltam soha az a úgy meg a terembe, hogy aztán kiugrok a bőrömből. Még akkor se, hogyha diétáztam, főleg akkor nem, hogyha pedig tömegeztem, akkor meg alapból nem. Na, de igazából a kérdésnek az apropója és a miértje. Elkezdtem ezt a videót forgatni abból az apropóból, hogyha csak magamnak töltöm fel igazából, akkor nekem lesz egy jó kis emlékem erről. Ha pedig felrakom YouTube-ra, akkor azok az emberek, akik kezdők, azok az emberek, akik újrakezdők, azok az emberek, akik 35-40 év fölött vannak, mint én is, én 43 éves vagyok, azok tudjanak egy kicsit motiválódni azzal, hogy elkezdek edzeni, hogy én sem úgy kezdek el edzeni, hogy beleugrok a terembe, és ez milyen jó lesz, hogy én sem úgy kezdek el, hogy hatalmas elánom van, hanem igazából szenvedtem, ahogy lejöttem ide ebbe a terembe, megpróbáltam mindent megcsinálni előtte otthon, mármint minden extrát, ami nem is ide tartozik, csak hogy minél később jöjjek le, és persze kifogásokat találtam mindenhol. Úgyhogy én is egy átlag ember vagyok, és én is ugyanaz az ember vagyok, aki te éppen, hogyha nézed, vagy nyilván sok mindent leraktam ebbe a sportba, és nyilván sok mindent elértem ebbe a sportba, és most jöhetnétek azzal, hogy izommemória, és sokkal könnyebb lesz az én helyzetem. De vegyük azt, hogy egy fogyás az ugyanúgy kalóriadeficit mindenkinek, nekem is, és neked is. Egy izomtömegnövelés ugyanúgy kalória többlet, neked is, és nekem is. Mindegyikünk valamiben jobb. Valaki a diétában, valaki a tömegezésben. Én általában a diétában az első pár időszakig. Azt utána én sem vagyok már jó benne. Gyakorlatilag tényleg eljutottam oda, hogy az utóbbi jó pár évben már úgy edzettem, hogy sokkal jobban szerettem túl lenni rajta, mint előtte. És ezzel akarok téged is egy kicsit motiválni, ha kezdő vagy, ha fiatal vagy, és azért vagy kezdő, hogy tudjam motiválódni azzal, hogy egy 40 év fölötti ember is ugyanígy edz. Hogyha te is egy idősebb korosztályhoz tartozol, vagy ez a középkorosztályhoz tartozol, mint én. Mert mindegyikünknek 24 órából áll a napja, mindegyikünk a diétába kevesebbet kell, hogy egyen, mint amit mozog. Mindenkinek a tömegezésben többet kell lenni, mint amit mozog, és mindenkinek az erőfeszítése talán ugyanaz. És igazad van abban, amit az előbb is elkezdtem már, hogy izommemória, de a kedv az nem függ az izommemóriától. Úgyhogy nézzük meg most ebben a kis sorozatom első részébe, hogy mit edzek, hogyan edzek. Utána jövök még egy kis videóval, és talán remélem, hogy ebbe így tudom folytatni ezt az egészet. Lesz kedvem megvágni, lesz kedvem később ezt kirakni YouTube-ra, mert akkor köszöntelek titeket az új sorozatomba, aminek talán addigra már adok nevet, menjünk edzeni.
edzés meg volt, konklúzió. Szóval nem az a nagy probléma, hogy 10 hetet hagysz ki, egy napot, 5 napot, 5 évet, 100 évet, bármennyit is, hanem az a lényege szerintem, és az a legnagyobb probléma, hogyha úgy hagysz ki akár egy napot is, hogy utána nincs kedved visszajönni. Utána nincs kedved újra edzeni, utána nincs kedved lejönni a terembe, kifogásokat gyártasz magadnak, ahogy én is tettem. Igazából őszinte legyek, már egy 2 hete le tudtam volna nagyjából jönni, de annyira elcsúsztam mindenen, és az utóbbi jó pár évben annyira nem szerettem már lejönni edzeni, hogy ez talán most kitornyosodott, és az egésznek a legnagyobb hibája, hogy amiben talán az én korombeliek, de talán a fiatalok is, és mindenki beleesik, hogy előbb-utóbb bejön az idő, amikor saját magadnak eszkábálsz olyan kifogásokat, ami miatt előbb-utóbb nem is akarsz, és nem is fogsz lejönni a terembe. Legyen az bármilyen sport, ne csak a terem, legyen az a futást, legyen az bármi, amit te választasz magadnak, mert mindig az lesz a lényege, hogy melyik az a sport, amelyik hozzád közel áll. Futhatsz te, de hogyha megutálod a futást, akkor nem fogsz. Edzhetsz, súlyzózhatsz, hogyha megutálod, nem fogsz. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy próbálj ki más edzést, más gyakorlatokat. Annyira meg nem vagyok elszánt, hogy megcsináljam. Hogy tudtam volna mást edzeni, hogyha akartam volna, de nem hiszek abban, hogy egy olyan edzést csináljak, ami 80%-os alatti intenzitást fog magából kihozni. Tehát az ott esetben stressz, aludtam egy héten 5 órát, ettem naponta egyszer-kétszer. Tehát ez a 10 hét ez ezzel telt el. Sikeresen leadtam kb. 10 kg izmot, és felszedtem szerintem 6-8 kg zsírt. Úgyhogy tökéletesen véghez vittem azt, amit kellett. Szóval, legyünk őszinték. Tényleg az a legnagyobb hiba, hogy elmegy a kedved az edzéstől, de csináld. Én azt mondom máig is, hogyha nézed ezt a kis műsort, ezt a kis sorozatot, egyetlen egy a dolgod. Menj le, nézd meg, hogy közben megjön-e a kedved, nézd meg, hogy közben akarsz-e edzeni, nézd meg, hogy hogyan viselkedsz, próbáld, szemléld magad. Úgy is, ahogy szokták volt mondani, evés közben jön meg az étvágy, de én inkább valahogy máshogy fogalmaznám. Nem attól leszel elbukott, mert ma nem edzel, attól leszel elbukott, hogyha egyáltalán nem is jössz le. Vedd fel a cipőd, pakolj be a táskádba, csináld meg az edzés utánidat, és húzd le a picsádat a terembe, ahogy én is tettem. Nem fog kellemes lenni, hatalmas izomlázak lesznek, sokkal gyöngébb vagyok, mint amilyen voltam, de a konklúziónak ezt mondanám. Nem attól vagy vesztes, hogy elveszítesz egy csatát, hanem attól vagy vesztes, hogyha mindent elveszítesz.